Komoly hacker támadás érte néhány évvel ezelőtt az egyik legnagyobb alumínium termékeket gyártó céget, melynek székesfehérvári telephelyét is érintette a baj. De nem csak a nagy vállalatokat célozzák a digitalizációs világ csalói, bárkit bármikor elérhetnek, akár a telefonjainkon keresztül is. Erre hívja fel a figyelmet a Kiberbiztonság innovatív dimenziói címmel rendezett hétfői konferencia is, melyet a székesfehérvári törvényszék a Magyar Jogászegylet Fejér megyei szervezetével közösen rendezett a Városháza dísztermében. Egy autentikus terem mégiscsak a aranybulla kibocsátását szimbolizáló festmény árnyékában történik egy-egy ilyen találkozó. Idén is nagyon izgalmas, érdekes és valóban a kor jellegzet és segélyt magánhordozó témát találtak a konferencia keretében. A kiberbiztonság az egy olyan kérdéskör, ami mindenkit érint. Ha már itt vagyunk, egy városházán érinti az államigazgatást, a közigazgatást, egy önkormányzati világot, ugyanúgy, mint a magánemberek, vagy éppen a pénzintézetek, gazdasági szereplők, szolgáltatóknak a világát. Az online térben élt világunk kibővült, és ez magával hozta a csalásokat is, amikre azonban nem mindig vagyunk felkészülve a székesfehérvári törvényszék elnöke szerint. Úgy érzem, hogy lassabb léptekkel tudunk haladni a védekezés irányába, és ezt próbáljuk fölcsatlakoztatni. És úgy gondolom, jó témát választottunk, mert közel 100 ember regisztrált erre a rendezvényre, amit helyi viszonylatban is egy igen kimagasló létszám. A szakmai konferencia és egyben akkreditált képzés moderátora Bóka Viktor, Székesfehérvár főjegyzője, a Magyar Jogászegylet Fejér megyei szervezetének elnöke volt. Mi magunk sem gondoltuk az elején, hogy ekkor érdeklődés lesz, de több mint 100-an regisztráltak előzetesen a rendezvényre. Ez is mutatja, hogy óriási az érdeklődés. Kiberbiztonsági kérdések, átverések, csalások, mindannyian találkozunk mai napon, napi szinten ezekkel a problémákkal. Szerintem mindenki kapott már átverős SMS-t, e-mailt. Mint például, amikor üzenetben bombáznak bennünket a hackerek, arra sarkalva, hogy a valójában nem létező csomagunkat nyomon kövessük egy ártatlannak tűnő, mégis hamis linken keresztül, vagy amikor a Magyar Nemzeti Bank telefonszámainak időleges másolásával telefonáltak a csalók magánszemélyeknek, amely során bizalmas banki adatokat, pénzt akartak szerezni az ügyfelektől. Tehát az átverés bárhol utolérhet minket, fontos azonban, hogy a csalást időben felismerjük. A konferencia egyik fő szempontja éppen ez volt, témái pedig az aktuális kiberbiztonsági kihívások a pénzforgalomban, kibercsalások és átverések, a biztonság és védelem lehetséges eszközei, fogyasztói jogok és azok érvényesítése a digitalizáció korában. Ön vajon felismerni az összes csalás típust? Ebben nagy segítségünkre lehet a képernyőn látható oldal és link.